Valentin napon a zene és a korcsolya szerelmesei látogattak ki a jégpályára. Az első hajdúszoboszlói jégdiszkó nagyon népszerű volt, és rengetegen csúszkáltak. A jó hangulatról DJ Audrey gondoskodott. A mai legnagyobb slágerek és a finom meleg tea mellett látványos fényjáték szórakoztatta a jégre lépő idősebb és fiatalabb generációit egyaránt. Február 14-e Valentin napja, a szerelmesek ünnepe, amikor az emberek világszerte virággal és ajándékkal lepik meg kedvesüket. Így tett Varga Richard is, aki ezt a jeles napot egy romantikus korizással ünnepelte szerelmével együtt. Barátnőmmel jöttem, hoztam neki egy szép rózsát, meg egy csokit. Egy hónapja együtt vagyunk, azért elég romantikus alkat vagyok, és nagyon örült neki. Az első hajdúszoboszlói jégdiszkó nagyon népszerű volt, és rengeteg fiatal csábított a korcsolya pályára. Nagyon jó, rengetegen vannak, de nagyon jól lehet menni. Itt aki jól tud korcsolyázni, az ki tudja használni most. Az most jól tud menni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, örülök, hogy végre van egy ilyen is. A fergeteges hangulatot nem csak a mai legnagyobb slágerek, de a látványos fényjátékok is fokozták. Nagyon jó, még soha nem voltam ilyen jól. Nagyon jól érzem magam. Jó hangulat, jó zene. Ez tetszik minden, jó. Nagyon jó a hangulat, Liával, a barátnőmmel jöttem ki, és egész este korizunk. A rutinosabb korcsolyázók, az utolsó csatolások és hurkok megkötése után már nyílegyenesen a pálya felé vették az irányt. Nagyon szeretek itt korcsolyázni, mert még régen még azt mondtam magamnak, hogy nem tudok korcsolyázni, és kijöttünk másodjára, és már nagyon jól ment, és nagyon szeretek azóta korcsolyázni. Az éjszakáig tartó korcsolyázás minden korosztálynak remek kikapcsolódási lehetőség volt. Nekem minden tetszik, csak az a baj, hogy nagyon sokan vannak. Ez a Valentin nap, a szerelmesek napja, meg bármilyen nap is, és ilyenkor összehozza a fiatalokat. Én most vagyok itt még először, nekem hát nagyon jó első látásra, meg örülök is, hogy ilyen rendezvény, vagy ilyen esemény van. Ami... Többen egyedül, vagy csak a barátaikkal érkeztek a jégdiszkóra. Őket inkább a korcsolya és a jég vonzotta, mint sem a Valentin nap. A szerelmesek napja, gondolom, de én nem vagyok odáig ért, én nem tartom ezt izgalmas dolognak, vagy hasznosnak. Hát a szerelmesek napja, de mi inkább ilyenkor együtt szoktuk tölteni, és azért jöttünk együtt. Elég érdekes ünnep, de az iskolában nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor, mert ünneplőjük, és teszünk ki plakátokat is. A jégpálya különösen népszerű a fiatalok körében, egy igazi közösségi tér lett. Vannak, akik minden nap, suli után itt töltik a szabad idejüket. Szinte minden nap, hát most öttől jöttünk ki, úgyhogy azóta itt vagyunk. Nagyon jól jöttünk haverokkal korizni, és jól érzünk magunkat. A sötétbe borult jégpályán több LED lámpa, extra hangtechnika és DJ Audrey gondoskodott a szuper hangulatról. Ma este hozom a legjobb slágereket napjainkból és a közelmúltból. A családomhoz nagyon is közel állt mindig is a zene, a szórakoztatóipar édesanyám révén és édesapám révén, és én is ezt folytattam, ezt a hagyományt. Az első hajdúszoboszlói jégdiszkó, amelyet a Kulturális Központ és a Fiatalok Fóruma szervezett, elsöprő sikert aratott, hiszen egy fantasztikus szórakozási lehetőséget biztosítottak a fiataloknak és a felnőtteknek egyaránt. Egy szóval mindenkinek, aki ezt a csodálatos szabadidős tevékenységet szereti. A jégkorcsolya pálya egészen február 27-éig változatlan nyitvatartás mellett várja a téli sportok szerelmeseit. Last love, love, love.